A terméskiesés jelentős a napraforgó esetében is. A bizottság tagjai szerint egyes parcellákon elérheti az 50-70%-ot is, mint például Horgoson és Kishomokon. A söprűciroknál 40-50%-os a terméskiesés, az a lucernánál is katasztrofális a helyzet, mert alig tudták elvégezni a második kaszálást is a termelők, holott erre az időszakra már a negyedik kaszáláson is kellene, hogy legyenek. Így itt a lucerna esetében is 80%-os kiesést állapítottunk meg. 50%-os terméskieséssel számolnak a zöldségtermesztők, azok is, akik locsolták a veteményeket. A káposztafélék 20%-a maradt meg. A cukorrépa azonban egyáltalán nem fejlődött ki, derült ki a szakemberek jelentéséből. Brokkolinál vagy a karfiolnál, úgy szintén a vöröshagymánál 50%-os és a fokhagymánál is. A gyümölcsösök esetében is elég elriasztó képet láttunk. Annak ellenére is, hogy sok csöpögtetőrendszer fel van húzva a komolyabb almatermesztőknél Horgoson, mégsem tudnak úgy védekezni, ha nincs sötétítő fóliájuk is fönt, vagy hálójuk, amelyeknél nincsen lehetőség, nem tudnak öntözni, ott szinte kiszáradás határán állnak a gyümölcsfák. A bizottság tagjai úgy vélik, az őszi vetésű búza esetében 50-70%-os terméskieséssel kell majd számolni.